A fogyatékkal élők elfogadására hívja fel a figyelmet egy francia pár. Kerékpárral földkörüli útra indultak egy hónapja, miután eladták a lakásukat és az autójukat. Most érkeztek Miskolcra, ahol a főként megváltozott munkaképességűeket alkalmazó szimbiózis alapítvány vendégei. A két francia kerékpáros ma együtt biciklizett fogyatékkal élőkkel is, hogy az értelmi fogyatékkal élők problémáira és társadalmi elfogadásukra irányítsák a figyelmet, és persze adományokat is gyűjtsenek. A pár a következő két évben a tervek szerint 18 országon keresztül 14 000 kilométert tesz meg.